jó reggelt kívánok! Mégpedig Hongkongban vagyunk ismét, és felfedezzük kicsit a várost. Ugye, ha láttátok az előző vlogomat Hongkongból, ide teszem, akkor ugye a Big Buddhát néztük, meg felmentünk fogaskerekűvel a hegyre, és akkor ott bejártuk azt a környéket, és nem voltunk a városban, mert arra már nem volt idő, de ebben a vlogban szeretném nektek egy kicsit így megmutatni, meg én is felfedezem persze, mert én sem voltam még. Szóval ez lesz a mai program, voltunk már reggelizni, ide teszem a képet, nagyon jó volt, ugyanez a reggeli, mint a BAM vlogban, tehát így nem tettem bele külön. Igen, egy másik magyar lányra megyek, és ja, remélem, hogy jó napunk lesz. Elvileg esni fog, de nem annyira. Meglátjuk, azért készültem. Ha tetszik nektek ez a videó, akkor kérek szépen egy lájkot és egy feliratkozást, és vágjunk is bele. Puszantás! It don't matter shots till I drop. Gonna be 24/7 golden hour like a boss. And they say, yo, guess you got a 2 o'clock appointment for a champagne shop. Oh yeah, I'm busy tryna take it higher. Got no time for never, only spending cheddar. Wish I could do this forever. Chilling with the hottest company, they all wanna welcome me to their private penthouse suite. Yeah, now I got the key. Rooftop pool got a heli on speed. Ocean view from the highest peak. I'm complete, oh, I want this to stay. Please don't go away, yeah. Sunny days, sunny days, sunny days. No clouds in the sky, about to get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Sunny days, sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Here we invite only positivity to this party. Don't want no drama with any bad karma. Got a lot of that in La Vida Loca. Just wanna let it all go. Yeah, I can't say no when I'm this free. Don't wanna go home, oh I can't sleep. Weather's so nice. Na, már benn vagyunk a városba. Ettünk, hát egy ilyen nudullevest. Ide teszem nektek a képet, vagy ide. Nekem íz lett, de amit a Zófi kapott, az valami más volt. Aztán, hát ahogy így láttátok, így sétálgattunk a városban, eddig ez történt. Azért megvan az a kontrasztja, hogy hol van az a biznisz terület, ahol ilyen modernebb felhőkarcolók, tényleg ilyen, ide teszek képeket, ha úgy nem jött át, terület van. És az a kommunista negyed. Jó, tudom, hogy ugye Hongkong így különállónak számít, de hogy nem teljesen Kína, jó, ebben most nem menjünk bele, de akkor is azért látod azokat a panelház-szerűk, de még közelebbi, meg voltunk a kurva negyedben, hát nem láttunk kurvákat, nyilván napközben van. Aztán ilyen fura dolgokat láttunk, azokat gyerekek, azokat ide teszem, hogy miket esznek, miket főznek, nem tudom, nagyon furák, tehát jaj, ide teszek így videókat, ilyen csirkei több, a nyaka többszörösen fellógatva, akkor valamilyen tojást ott az utcán főznek meg, tényleg egy kultúrsok. Nem tudod soha, hogy mit teszel Kínába, tehát inkább azt javaslom, hogy Hongkongban, hogy ne húst egyetek, mert nem biztos, hogy nem a kutyájukat. Én nem bízok bennük. Most őszintén megmondom, lehet személyiség, nem bízok bennük, de hogy itt tartunk, még barangolunk a városban, vettem egy-két dolgot, ami olcsóbb volt, korai skincare, semmi extra,
Nem sokat, mint Koreában, tehát nem semmi extra. Aztán még itt valamelyik a városba, aztán szerintem menjünk haza. Tehát ez ilyen bemutatom Hongkong városát című vlog. Mit akartam mondani? A villamos ilyen double deckes. Az nagyon tetszik. Lehet, hogy azzal menjünk vissza, majd meglátjuk, még jelentkezem. A hotelba. Úristen, reggel 10-től délután 6-ig. Egész nap sétáltunk a városba. Nyilván nektek ez fel lesz gyorsítva, meg minden, de megmondom őszintén, mintha két különböző városba lennél. Ahogy ha jövünk haza és látjátok a kilátást, meg mindent a metról, express metro, vagy ilyen train vonat az airportig, tök modern, kilátás, minden, tényleg, és akkor meg bemész utána a városba, és az a panelházak, de az a kínai panelházak, hogy 101 izébe, és az a izé, mondom a kurva negyed, nem láttunk kurvákat, de lehet, hogy voltak, csak mi nem vettük észre, mindegy. Az nagyon híres, leírom ide a nevét, hogy a helynek a nevét, akkor itt is sok cukiság van, amit lehet venni, a kaják, ide sorba teszem, hogy miket, milyen videó, úristen, gyerekek. Itt nagyon kell vigyázni, hogy mit tesztek, tehát én végül egy ilyen spicy noodle leves tettem hús nélkül, mert nem bízok bennük, hogy tényleg azt mondják el, hogy az pork. Vagy tényleg azt mondják, hogy az marha. Nem tudom, nem. Egyszerűen más az íze, máshogy, nyilván máshogy van tartva, máshogy van etetve, stb. Tehát lehet az is ugye számít, meg minden, de nem. Tehát az nagyon nem. Mit mondjak? Most így, hogy a várost láttam, nem a kedvencem Hongkong, így nagyon sokat lehet röhögni, mert mondom, egy kultúrsokk, az a sok minden, amit látsz, és soha nem tudod, és a kaják, a, nem tudom, például volt a seaweed, ugye a nigiri, tehát a sushinak a külseje, tudjátok, az a lap, az nagyon-nagyon jó, az algalap, az nagyon-nagyon egészséges, hát itt úgy nézett ki, ide teszem a gépet, mint egy hajcsomag.
Tehát nem tudom, hogy, mert Tájföldön ilyen színlapokat lehet kapni, színvíd lapokat, de itt, mint egy ilyen, itt az én hajamat itt kitépnénk, és akkor azt eladnák. Tehát, hogy nem tudom, de voltak olyan dolgok, hogy nem is tudtuk, hogy mi az. Tehát döbbenetes, hogy mik vannak. Ja, az emberek erőszakosak tudnak lenni, tehát ezt úgy, így a második benyomásra. A Bhutánnál más, ott inkább turistákkal találkozol, mint a város-városba, úgy tényleg így az helyi emberekkel, a helyi kultúrával, a helyi dolgokkal. Mondom, hogy kultúrsok. Tehát azért ez egy európainak, ez meg semmi nincs angolul, vagy hát nagyon nehezen beszél, úristen, mire visszaértünk, hogy keveredünk vissza ehhez az express trainhez, hát az egy csoda volt. Az egy csoda volt. Erre menj, a másik azt mondta, arra menj, akkor a kártya csak az A kiáratnál volt jó, úristen, káosz Hongkongban. Ez van. Ja, de túléltük. Mindegy. Hát ez egy ilyen városlátogatás Hongkongban vlog volt, mert tényleg betekintést nyerhettünk. Ja, meg hát volt a Chanel esemény, az egy random esemény volt, különböző egy ilyen lollipopot nyertem, nem lehetett ilyen parfümöt vagy sminket nyerni, ki lehetett rúzsozni magadat, ugye felteszek ilyen bevágok nektek eseményeket, az nagyon jó volt, de ez ilyen random, ott sétálsz, és akkor mintha a Saint-Gélizén vagy a Andrássy úton sétálnál, Chanelnak van egy ilyen eseménye. Tehát azért tök jó volt, ingyenesen lehetett regisztrálni, és akkor bementél, és akkor ilyen különböző zsetonokat kaptál, és akkor így lehetett játszani, én például így dobáltam, és akkor kaptam egy ilyen lollipopot, meg mit tudom én. Ja, az mondjuk jó volt, meg itt teszem még, hogy miket lehetett kapni, meg ilyesmi. Az nagyon jó volt, egy ilyen random Chanel esemény Hongkongban, tehát ez hogy jöttünk ez nekünk ki? Na mindegy. Egyébként nagyon-nagyon jó napunk volt Zsófival, tehát egy csoda lány, nagyon aranyos, nagyon kedvelem, és megyünk is vissza Dubájba. Tehát még egyszer köszönöm szépen, hogy velem látogattátok meg Hongkong városát. Remélem, hogy tetszett. Ha igen, akkor kérek szépen egy lájkot és feliratkozást, és találkozunk a legközelebbi vlogomban. Addig is vigyázzatok magatokra. Pusszantás!